Sziasztok, engem Mikuska Juditnak hívnak, és a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ magyar tanára vagyok. A mai órán Ady Endre szerelmi lírájával fogunk foglalkozni. Ady Endrével már az előző órákon kezdtetek ismerkedni az életművel, de még egy kicsit visszábugranék, méghozzá oda, amikor a modernizmusról szóló legelső órátok nézhetitek itt a tévében. A modernizmus kapcsán fölmerült az a gondolat, hogy a művész és a bohém fogalma tulajdonképpen kiegyenlítődik a korszakban. Na most ez a bohém életmód, bohém életvitel Ady Endrére is nagyon jellemző volt, és a szerelmi lírája kapcsán is fontos ezt kihangsúlyoznunk. Újdonságot hoz Ady a szerelmi lírában, eddig ki nem mondott, vagy ki nem mondható dolgokat is papírra vet. Ilyen lesz például a testiség, vagy az egymásnak ellentmondó érzelmek a szerelmen belül. Két jelentős korszakról fogok beszélni ma nektek. Az egyik a Lédához kapcsolódó szenvedélyes és botrányos szerelem verseinek a korszaka, a másik pedig egy sokkal inkább klasszikus és hagyományos, ez pedig az élete végén a feleségéhez, Csinszkához írt versek korszaka. Mielőtt azonban belekezdenénk a versekkel való megismerkedésbe, szeretnék két fogalmat egy kicsit körüljárni, amik fontosak lesznek Ady kapcsán. Az első fogalom az ambivalens érzelem, ami azt jelenti, hogy ellentmondásos, ellentétes irányú érzelmeket párosít egymással egy-egy szerző. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyszerre jelenik meg például a szerelem és a gyűlölet, az öröm és a bánat, a művekben, és ez alkot egy ilyen nagyon érdekes egységet. Adinál is a gyakran szép és boldog témák nagyon sötét képekkel párosulnak, és ezért tartottam fontosnak, hogy kiemeljem az ambivalens életérzést. A másik dolog pedig a Perdita költészet, szintén a modern kornak a sajátsága, a Perdita, ami azt jelenti, hogy egy elveszett, bukott nő, és ezt általában rokonszemvel ábrázolják az alkotók. Adinál a sorsszerűség és a végzetszerűség jelenik meg, és a végzet asszonya, például Léda, aki ha hatalmas gyönyört és beteljesítést is ad a szerelme által, tudja Ady, hogy el fog bukni, el fog veszni ebben a szerelemben. ...1903-ban Nagyváradon találkozik Diósi Ödönné Brüll Adéllal Ady. A nevéből is kicseng, hogy egy férjezett asszonyról beszélünk, aki emellett, hogy férjezett, még idősebb is Adinál. Egy botrányos szerelem kezdődik ekkor, és egy 9 évig tartó szenvedélyes, ugyanakkor ellentmondásokkal és harcokkal teli kapcsolat. Léda nem csak mint társ vagy mint nő volt jelen Ady életében, nagyon fontos azt is kiemelni, hogy Ady tulajdonképpen ő általa ismerte meg a modernizmust. Ő általa került ki Párizsba, ami ugye a modernizmusnak a fészke, a bölcsője. Tehát első kézből értesül ezekről a dolgokról, olvassa a verseket, Léda fordítja neki ezeket a verseket, a szimbolista verseket. És hát emellett az egész életére hatással lesz, és az egész költészetére hatással lesz, megváltoztatja az addigi klasszikus, hagyományosnak mondható szerelmi lírát. Mindketten nagyon erős egyéniségek voltak, és sokszor inkább harcként
nézett ki az ő kapcsolatuk, mintsem egy harmonikus szerelmi viszonyként. És már az első Léda versekben is jelen van az az érzelmi feszültség és az az erotikus túlfűtöttség, amely aztán végigkíséri ezeket a verseket. És akkor nézzünk egy verset a korszak elejéről. Ez a Héjanász az Avaron című vers. Útra kelünk, megyünk az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve, két lankadszárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héjaszárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, üzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal, szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. Érdekes megfigyelni azt, hogy már a cím is egy nagyon sokat mondó, nagyon sokat előrevetítő ebben a versben. Ugyanis a klasszikusan szerelmet galampárral ábrázoló versfelfogás helyett itt most egy héjapár lesz a főszereplője, a szimbóluma a szerelmeseknek. És ugyanilyen ellentét lesz, vagy ugyanilyen furcsaság lesz az, hogy nem tavaszban járunk, hanem az ősz lesz az ideje ennek a szerelemnek, ami egyértelműen az elmúlás és a végnek az előrevetülése. Tehát a nász pedig a konkrét testi aktusra utal, amelyet ez idáig a modernizmus előtt nem lehetett így papírra vinni. A vers szervező elve még az ellentét az élet és a halál között, és mint láthatjuk, a szerelem nem egy idillikus, romantikus, örök időre szóló érzés, hanem a végnek a biztos tudatában, a végesség tudatában szól ez a költemény. És akkor nézzünk még egy verset, ami szintén a korszak elejéről származik. Lédával a bálban. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pára, s a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete párra. Kik ezek? S mi búscsöndben belépünk, halálarcunk sötét fátyollal lóvjuk, s hervat régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szórjuk. Elhal a zene, és a vígteremben téli szél zúg, és elalusznak a lángok. Mi táncba kezdünk, és sírva dideregve rebbennek szét a boldog mátkapárok. Szintén egy szokatlan és radikálisan új stílusú ez a vers, és az olvasó számára igazából az is kétségessé válhat, hogy egyáltalán a szerelemről szól-e, hiszen olyan szomorú és gyászos hangulatú, az öröm nélküliség rejlik ezekben a sorokban, hogy tényleg megkérdőjeleződhet bennünk, hogy ez egy szerelemről szóló verse. Ugyanúgy hiányzik az idil, mint az előbb említett versben, a Héjanász az avaromban. Ha Lédáról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanolyan ellentétes, mint maga a szerelem. Egyszerre szent és mindent adó nő, múzsa és bűnre csábító bűnös asszony is. A Adi és Léda szerelme felemelő varázslat volt, ugyanakkor förtelmes és bűnös viszonynak is állítja be a költő ezt a kapcsolatot. És törvényszerűnek érzi azt, hogy ez a kapcsolat halálra ítélt. És hát 9 év után be is következik ez az elválás, és hogyan máshogyan válhatna el egy költő a kedvesétől, hanem egy verssel. Az Elbocsátó szép üzenet című vers lesz az, amely a lezárását jelenti ennek a kapcsolatnak. És ha jól megnézzük ezt a verset, ez is a címében már ellentmondást jelez
ugyanis a szakítás, az elválás, az elbocsátás az sohasem mondható szépnek, vagy egy kellemes, fájdalommentes élménynek. És hát ez a vers se lesz ilyen, annak ellenére, hogy a szép jelző megjelenik a címben. Egy egészen kegyetlen és leszámolásszerű mondatokból építkezik föl a vers. Tulajdonképpen felsorolja, számba veszi a költő mindazt, ami eddig történt ebben a kapcsolatban, nagyon aprólékosan és pontosan, de megfosztja őket attól a varástól, amit kiolvashatunk a régi szerelmes versekben. És ebből egy részletet szeretnék most olvasni nektek. Lezörögsz-e, mint rég hervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyig cipeled vetném buszod, e zsarnok búsigát, s mely végre méltó nőiért rebeg, magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsod, sorsod kérje meg, csillag sorsomban ne véljen fonódni, s mindegy, minnyel el, ár vagy salak, általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak. A vers utolsó két sora, ez az általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak, tényleg egy nagyon kegyetlen és szinte leszámolásszerű zárlata lesz a versnek, de hogy egy kicsit ezt a szakítást ellensúlyozzuk, akkor el kell mondjuk róla, hogy még egy vers íródott, egy ilyen búcsúversként, egy szakítóversként Lédához, ennek pedig az a címe, hogy valaki útra vált belőlünk. Ez sokkal inkább a közös fájdalmat és a veszteséget írja meg, mint azt, hogy valaki fölülkerekedett egy kapcsolatban és kiszállt, kilépett belőle. Ebből is egy kis részletet szeretnék csak felolvasni, hogy érezzétek a különbséget a kettő között. Ezer ó, jaj, baj, ejnye, nyűg, siránkozik pityergő szánkon, s omladozó árva szívünk ezer fájást talál, hogy fájjon, s ezer egy fájás fáj nekünk. Kopott az arcunk, kopott minden, kopott a világ, s a szívünk, s minden világ a szemeinkben. Mi hírért, sikerért szalasszon ösztönzőnk, igazi valónk, kiszakad belőlünk az asszony. A Lédával való szakítás után Adi számtalan szerelmes levelet kap, és az egyik levélíró, Bonca Berta, akkor még csak 16 éves, amikor elkezd leveleket írni Adinak, egy távoli rokoni kapcsolatra hivatkozva. A levelezésből találkozás lesz, majd 1915-ben házasság. Bertát Csacsinszkának becézi a költő, és ebből származik a Csinszka név, ahogyan gyakran szólítja a feleségét. Ebben az időszakban Adi viszont már nagy beteg, és a nála 17 évvel fiatalabb felesége gondozza majd élete végéig. Megfigyelhetjük azt, hogy a Léda versekkel szemben, a Léda versek szenvedélyével ellentétben a Csinszkához írt versek teljesen nyugodt hangúak, családias és családiasságot, meghittséget árasztanak, és egy sokkal hagyományosabb versbeszédet közvetítenek. A nyelvezete is sokkal egyszerűbb. És akkor nézzük meg talán az egyik legismertebb Csinszka verset, hogy hogyan szól. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet. A szerelmesek meghitt és csendes világát közvetíti a vers, de itt is megjelenik egy ellentét, amit ugye Adi nagyon kedvelt, ez pedig a külvilág eseményei és a világháború miatti zaklatottsága, ami szemben áll a szerelem biztonságos képével. Ha itt a második szakaszban
a világok pusztulására gondolunk, akkor itt arra kell gondolni, hogy a világháború mennyire megviselte a költőt és egyáltalán az emberiséget, és ezt a bizonytalanságot helyezi szembe ezzel a biztonsággal, amit Csinszka jelent neki. És akkor zárlatként annyit szeretnék elmondani a Csinszka és a Léde szerelemről, hogy teljesen más képet mutatnak, és teljesen más szemszögből láttatják a szerelmet. A Léda versek a földi szerelem képét adják, ugye itt nagyon sokszor megjelenik a testiség is. Ezzel szemben viszont a Csinszkához írt költemények az égi szerelem felfogást közvetítik, azt, ami idilli, azt, ami soha el nem múló, és egy gyönyörű beteljesedés. Én azt ajánlom nektek, hogy olvassatok Adi verseket, olvassatok szerelmes verseket Aditól, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki talál olyan verset, amivel azonosulni tud, és segítséget nyújtat neki a hétköznapjaiban.